Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban egy 2000-es évek elejé Tatabánya-Bécs viszonylatú EU-régió vonatot mutatok be nektek. Az EU-régió vonatok 2002-től kezdve közlekednek hazánkban, ekkor először Győr-Bécs viszonylatban indult el ez a vonatnem. Ez a vonattípus másodosztályú nem dohányzó kocsikkal látja el a határhoz közeli nagyvárosok összeköttetését. Manapság jellemzően már MÁV starttalentekkel vannak kiadva ezek a vonatok, de az induláskor éveken keresztül mozdonyos vonatként közlekedtek. Én most egy 2003-2005 körüli összeállítást állítottam össze, ekkoriban jellemzően egy mozdony plusz 4 darab másodosztályú Schlieren kocsiból állt a szerelvény. A szerelvény élére a 08-as ÖBB Taurust választottam. Erről a mozdonyról már volt korábban egy videóm, ott elmondtam részletesen a történetét. Klasszikus békebeli Made in Austria rokó mozdony, elpusztíthatatlan hajtással és remek külső kidolgozottsággal. Alternatívaként a szerelvény élére választhatunk egyébként még ÖBB 1014-es mozdonyt, vagy esetleg MÁV 1047-est is, de még Szili is teljesen autentikus lehet, hiszen előfordult, hogy a 1014-esek szolgálatképtelensége idején V43-assal továbbították a szerelvényeket a határig, ahol aztán az osztrákok és az utasok nagy örömére gépcserésztek. Maga a szerelvény teljes egészében rokó másodosztályú ÖBB Schlieren kocsimból áll. Én két betét kocsit használtam, vadáztam össze az eBay-en, két kocsit pedig újonnan vettem. A két újabb kocsi eleve umbra szürke tetővel és már frissített, de még régi színtervel érkezett, a két használt kocsi pedig még az eredeti színterves volt, krémszínű tetővel. Mivel a modellezett időszakban már umbra szürke volt ezeknek a teteje is, ezért én utólagosan a megfelelő színnel lefestettem a két használt kocsi, egyébként picit viseltes tetejét. Ezeket a rokó kocsikat másodkézből nagyon olcsón be lehet szerezni, reálisan akár 12 000 forint körüli áron is ki lehet fogni eladó példányokat, így meglehetősen költséghatékonyan összeállítható egy ilyen négy kocsis EU-régió szerelvény belőlük. A rokó Schlieren kocsik nekem kifejezetten tetszenek abból a szempontból, hogy annak ellenére, hogy több mint 40 éve gyártásban vannak a gyártónál, szerintem a mai napig megállják a helyüket az újabb járművek mellett is. Jól eltalált forma, szépen kidolgozott részletek jellemzik őket. Egyedül talán az egyszerűbb, egyszínű belső az, ami mutatja, hogy itt bizony egy régebbi konstrukcióval van dolgunk. A régebbi kiadású kocsikon természetesen látszik az, hogy a festés és a feliratozás terén picit elmaradnak az újabbaktól. Rajtuk homályosabbak a maszkolási határok, vastagabbak, kevésbé élesek a feliratok. A kocsik futási tulajdonságai viszont példásak. Könnyen gurulnak, 360 mm-es ívsugárig használhatóak, menetellenállásuk minimális. A remekül megtervezett rövid kapcsoló kinematikának hála, mind húzott, mind tolt üzemben rendkívül üzembiztosan lehet őket járatni, siklásra, szétakadásra nem hajlamosak, még az extrém szűk ívekben sem. Amikor ezekre a rokókocsikra nézek, mindig eltűnődök rajta, hogy akkor, amikor először megjelentek a rokó kínálatában ezek a járművek, nálunk még a mávos színekre festett, osztorzított sík B-típusú kocsik jelentették a hazai vonatkozású személykocsi modellek csúcsát. Jó lenne szerintem, hogy ha egyszer legalább ilyen minőségbe kijönne valamelyik nagyobb gyártó, a Dunakeszi kocsi családdal, szerintem hatalmas űrt pótolna a jelenleg elég hiányos és kompromisszumos hazai személykocsi palettába. De ezt csak úgy mellékesen teszem hozzá az itt látottakhoz. A kis EU-régió szerelvényemhez visszatérve, összeállítási alternatíva tud lenni még az újabb Lange Schlieren kocsik alkalmazása is, ilyenekből jellemzően szintén négy kocsi szokott lenni a vonatban, akár a régebbi, akár az újabb City Shuttle színterves járművekből kiállítva, és néha még vezérlő is megtalálható volt a szerelvényben, amit itthon természetesen engedélyek hiányában vezérlőkocsiként nem használhattak az egyes vonalon. Ha tovább megyünk az alternatívákban, akkor a vonat elé egy ÖBB Herkulest kapcsolva modellezhetjük a Szombathely-Grác között közlekedő EU-régió szerelvényt is, ugyanis az a vonat is hasonlóan négy ilyen Schlieren kocsiból kiállított szerelvény volt.
Végezetül szerintem egy nagyon hálás téma tud lenni ez, amit viszonylag kompromisszummentesen meg tudunk jeleníteni a terepasztalunkon, és hogyha nem rankaszkodunk az új járművek vásárlásához, akkor másodkézből nagyon jó áron hozzá lehet jutni a szerelvényt alkotó kocsikhoz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!